Ugye kicsit makacs, most például már 3 kilométerre innen van tőlünk, egy 10 másodperc alatt. De hát hál' Istennek megvan a mozgásunk, nekünk is ezáltal. Boncsér Gergely, amikor nem a színpadon látjuk. Élete egyik másik darabjában nyújt főszerepet, kislányával, Annával, és szintén szakmabeli feleségével, Bordás Barbarával együtt. Anna nagyon szereti azokat a dolgokat, amik társas játékok, tehát nagyon szeret úgy játszani, hogyha mi is részt veszünk benne. A kislány nem csak külsőre, személyiségre is hasonlít édesapjára, hiszen gyerekként Gergely is inkább csapatban érezte jól magát, ám akkor még elsősorban a sportok terén jeleskedett. Mi focisztunk, az az igazság. És én egy világra szóló kapusnak készültem, az az igazság. Én úgy vetődtem a labda után. A focit később a kézilabdára cserélte, ifistaként profi játékosnak készült. Én miskolci gyerek vagyok, és én a Diósgyőri KC igazolt játékosa voltam, úgyhogy mi a felnőtt csapattal jártunk minden hétvégén meccsekre, úgyhogy azt, és a 7 évig csináltam. A kezdeti sportsikerek után az éneklés is utolérte. Rendszeresen fellépett az iskolai kórussal, ám nem gondolta, hogy egy nap az éneklés lesz a szakmája. Volt egy álma, ami azonban a kezdetek óta a szem előtt lebegett. Én már tulajdonképpen nagyon fiatalon is vágytam a családra, és egyáltalán nem tudtam azt, hogy milyen a gyerek. Tulajdonképpen engem csak édesanyám nevelt, szóval igazából családmodellt sem kaptam, szóval ez egy ilyen, úgymond ez egy vak vágy volt. Nem tudtam benne, hogy a gyereknevelés, meg a gyerek az majd mivel fog járni. És hát elárulhatom azt a nagy titkot, hogy rettenetes nehéz néha. Gondolom, ezt senki nem tapasztalta még, akinek gyereke van. De nem döntenék másképp soha. Órákig lenne még családjával, de köti a szoros időbeosztás. Új premierre készülünk az operában, a Hugenottákra, amire most együttes próbáljában a korrepetícióra megyek az Erkelbe, úgyhogy bringára fel, aztán hajrá! A biciklizés szerelmese, főleg mióta Budapesten él. Volt már olyan, hogy Pesten volt koncertem, és akkor még előtte próba, tehát szinte egésznapos program. És akkor gondoltam, hogy merészet, felcsoptam ide a vázra a frakkot, aztán betekertem, és semmi probléma nem volt, úgyhogy utána az már háromszor is voltam így koncerten. Legújabb előadására a Hugenottákra készült tanárával, Bartal Lászlóval. Majaber operájának alapjául a francia vallásháborúk egyik legszörnyűbb eseménye, az 1572-es Szent Bertalanéi mészárlás szolgált, amely során a Párizsba gyűlt francia reformátusokat, Hugenottákat a király beleegyezésével lemészárolták. A fiatal tenor nem csak színészileg, de énektechnikailag is egy rendkívül nehéz anyaggal áll szemben, nyáróta tanulja a szerepét. Ez egy 1000 oldalas anyag, ami hát körülbelül szinte egy ilyen 4 órás tiszta zeneanyagot jelent. A két művész régóta ismeri egymást, kapcsolatuk még Miskolcon kezdődött. Most már 9 éve azért elég intenzíven együtt dolgozunk, amióta Pestre került. És hát ugye én vettem föl annak idején 17 éve Miskolcra, akkor még nem volt se zeneileg, se hangilag kész, tehát gyakorlatilag teljesen kezdő volt, és akkor utána elég jól kifejlődött magától is, és azóta is azért rendesen. Boncsér Gergelynek nem volt zenész a családjában. Gimnazistaként a Miskolci Műszaki Egyetemre jelentkezett, a környezetmérnöki tanulmányok mellett pedig a Miskolci Színházban statisztált. 2008-ban került az operához, az Opera Stúdió ösztöndíjasaként. Én teljesen zenei előképzettség nélkül jöttem ebbe a pályára, nekem ez mindig nehéz lesz. Sokáig kompenzáltam, de most már nem. Voltak én időszakok, főleg az elején, de most már hál' Istennek úgy érzem, hogy tettem annyit az asztalra, hogy már kompenzálni kell. Az Operaház magánénekeseként olyan operákban láthattuk, mint az Otello, a Kármeliták vagy a Bohém élet 2.0. Én mindig az aktuális darabon tanulom meg azt a kort, azt a hangvételt és az odaillő éneklési módot, úgyhogy
mi a Lacival majd, hogy nem mindig előről kezdjük. És ez nyilván ezért is nehéz nekem estére színpadra menni, és ezért kell Lacinak rengeteg türelem hozzám, mert hogy én lassan tanulok, de ugyanakkor ennek megvan az előnye is, hogy ez mindig egy alapos munka lesz tulajdonképpen. Komoly művész, ugyanakkor a bohém helyzetek sem állnak tőle távol, főleg a squash pályán. Akárcsak a biciklizést, a squash szeretetét is Budapest hozta magával. Van, hogy heti háromszor edz, máskor hónapokig nem jut el a squash terembe. Most éppen Irlanda Gergely énekkari művésszel, jó barátjával csapnak össze a pályán. Általában a kollégáimmal szoktam járni, őket szoktam elcsábítgatni, de hát aztán összeegyeztetni az rettenetes. Úgyhogy tényleg ez nem egy rendszeres mozgás, ez inkább egy hobbi. Egy olyan hobbi, ami meglehetősen sok készséget fejleszt. Hát egyrészt az állóképességet mindenképpen, és némileg a koncentrációt is. És persze vannak más előnyei is a squashnak. Lehet sörben is játszani például, ha úgy van, úgyhogy egyéb más jótékony hatása is van. Szenvedélyesen játszik a sportpályán, és szenvedélyes a színpadon is. Felelősségteljes apa és művész, akinek a játékosság a lételeme. A művész 2010-ben megnyerte a Lehár Ferenc Operett énekversenyt, 2012-ben Lengyelországban ért el harmadik helyezést hangjával, a 2015-16-os évadban pedig Simándi József díjat kapott.